Magyarország kiemelkedően lelkes és várja ugye a mobil fizetést, illetve felkészültnek lehet tekinteni a digitális fizetés, digitális átállás, digitális innovációk terén. A mobil fizetés okostelefon segítségével Magyarország kiemelkedik a többi ország közül. We're very excited about what's happening, and I think the research showed that there is a great appetite for digitization, for innovation in Central and Eastern Europe, so we're very, very pleased about that. With our great take-up of contactless, the penetration that we see in many different markets, Poland, Hungary, Czech and so on, is a confirmation of the appetite for innovation among consumers, so we're very excited about it. A várakozások szempontjából, hogy mivel fizetnének az emberek szívesen, mondhatjuk azt, hogy magyarok fizetnének szívesen telefonnal, és az összes alternatív egyéb fizetési lehetőség közül a telefon az, amivel azt mondják a magyarok, hogy kiemelkedően fizetnének. Szélessávú internet hozzáférés, 4G, megfelelő okostelefonok, mobiltelefonok már rendelkezésre állnak. De az ügyfelek milyen tempóban szívják fel ezt az újdonságot, amik ezek a készülékek és infrastruktúra ad? Ez a nagy kérdés ugye. Most látjuk, hogy a mobil fizetésnél kezdett el kialakulni egy olyan hullám, egyre több bank jön elő különböző mobil fizetési megoldásokkal, és ez már nem csak a fizikai környezetben, hanem online vásárlásoknál is terjedni fog. Tehát amit mi várunk, hogy az online vásárlásoknál és a fizikai környezetben is a vásárlások át fognak terelődni mobilra. Tehát mobil segítséggel fogunk contactless módon csak odaérinteni és fizetni, illetve az internetes vásárlásoknál is a telefonomon fogom jóváhagyni a vásárlást a kártyaszámom megadása nélkül, csak egyszerűen a telefonszámom és egy PIN kód segítségével.